Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Gáspár Simon Antal díj idén Kosnás Árpád Majoson élő néptáncoktató kapta az elismerést. Székely kulturális est Szekszárdon, a népcsoport zenei hagyományait is felelevenítették. Székely vér, Székely szív és Székely sors, Gáspár Klára írónő trilógiájáról beszélgettünk. A bukovinai székelyek szekszárdi szervezete hívta életre azt az estet, melyen a népcsoport zenei hagyományait is felelevenítették, többek között a szekszárdi székelykör kórusának segítségével. Szegedi Dezsőné főszervező tapasztalatai szerint hiányos a székelyek tudása saját kultúrájuk és történetük területén, éppen ezért fontosak a hasonló összejövetelek. Zsikó Zoltán a Tolna megyei közgyűlés alelnöke a találkozó kapcsán arról szólt, minden népcsoport számára fontos, hogy időről időre találkozzon és megmutathassa kultúrájának értékeit. Ebben a rohanó világunkban nagyon fontos az, hogy a bukovinai székelyek képviselői, népdalénekesek, mesemondók és egyáltalán az utánpótlás megismerhesse a bukovinai székely kultúrát, és azt gondolom, hogy ez a ma este jó példa arra, hogy hogyan tudjuk ezt a kultúrát, ezeket a hagyományainkat tovább örökíteni és megőrizni. A bukovinai székelyek szekszárdi csoportjának kórusa is bemutatkozott a fenntartó által szervezett kulturális esten. A Szabó Négás Tünde irányítása alatt működő énekkar legfontosabb feladatának tekinti annak a rohakincsnek tovább értetését, melyet egykoron a székelyek a mindennapokban és az ünnepek során is énekeltek. Azt érzékelem, hogy az énekkarnak az egyik mozgatórugója a fellépés. Tehát, hogyha programok vannak, amikor megmutathatjuk, hogy mit tanultunk, és képviselhetjük a bukovinai székely kultúrát, az segíti a felkészülésünket, mert meghatározza például, milyen dalokat énekeljünk, mit tanuljunk, és a bemutatókon úgy állítom össze bocsánat, a csokrokat, hogy az alkalomnak megfelelő legyen. Tehát nem mindig ugyanazt a csokrot adjuk elő, hanem egy kiállítás megnyitóra teljesen más csokrot állítok össze, mint egy csűravatóra. Szívesen tanulnak például egyházi népénekeket is, hiszen a bukovinai székelyek templomba járó és hívő emberek voltak, és ragaszkodtak a vallásukhoz, ez is tartotta meg őket igazából. Tehát sok olyan éneket is énekelünk, ami nem bukovinai népdal, hanem mondjuk karácsonyi népének, tehát a templomban, amit szoktak énekelni nekik a régi életükben, az egy megnyilvánulási lehetőség volt, mikor misén énekeltek, amikor közösen énekeltek. Tehát az egy összetartó erő volt mindig. Egy részét az asszonyok tudják, és azt újra tanítom, illetve én tanítom velük, ugye én már elég régóta vagyok ebbe a népzenei körbe, és akkor ami az én tudásomban van, abból válogatok nekik olyat, ami rájuk illik. Tehát nem azt csinálom, hogy van több csoportom, de a csoportok soha nem énekelnek egyforma csokrokat, minden csoport azt énekli, ami hozzáillik.
A szekszárdi csoporttal nagyon jó dolgozni, mondja az együttes kardagya, hiszen szerencsére nagyon jó hangi adottságokkal bír. Jó a stílus érzékük, hamar tanulnak. Igazából szinte tudják, csak elő kell hívni belőlük azt a tudást, ami ősi tudás, ami bent van, az a stílus, csak helyre kell tenni, és ami a fontos, hogy a közösségi éneklés, tehát a közös éneklés valósuljon meg. Aki egyénileg énekel, az úgy énekel, hogy ahogy ő szeretne, ahogy a lelke kívánja, abba a tempóba és egyebek. De mikor sok hang van egymás mellett, sok lélek van egymás mellett, az másképp rezdül meg egy-egy ének alatt. Az én feladatom az, hogy összehangoljam ezeket a rezgéseket, és hogy egy egységet alkossanak, a csoport hangzás egy egységet alkosson, és egyöntetű legyen. Mikor jön a karácsony, akkor karácsonyra készülünk, és így egyházi népénekeket is tanulunk, és van olyan énekünk, amit az egyik tagunktól tanultunk, és itt a környékünkön senki nem ismeri, és több helyen már elénekeltük, és más csoportok is szívesen megtanulják, mert hogy azt mondták, hogy nagyon szép. Tehát nem könyvből tanítok, hanem inkább így szívtől szívig. Lélektől lélekig így. Nem én határozom meg a fejlődést, tehát a fejlődés bennük van, az ő lehetőségük a fejlődés, mégpedig úgy, hogy ahogy a közösség egyre jobban összekovácsolódik, ahogy egy közösséggé válunk egyébként is, úgy nő vagy javul a minősége az éneklésnek, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb erénye ennek a közösségnek az, hogy szívesen énekelnek, és bármikor szívesen hajlandók jönni próbára. Tehát szinte nincs olyan, hogy valaki hiányzik a próbáról. Nem kell írni, hogy most ki hiányzott, jöhet fellépni, vagy nem. Mert aki nem, az otthon megtanulja, felveszi valamilyen hangzó anyagként, és otthon megtanulja az énekeket, úgyhogy következő próbára már felkészült eljön, csak be kell illeszkedjen a csoportba. Tehát imádják az énekeiket, szeretik énekelni, és nekem óriási élmény így tanítani őket, hogy szeretnek énekelni. Ugye ez teljesen más dolog, mint egy iskolában, ahol a gyerekek azért ülnek be egy énekorára, mert kell énekelni, és ők másképp állnak hozzá az ének tanuláshoz. Ők nagyon-nagyon szeretik, tehát belőlük sugárzik az, hogy szeretik azt, amit énekelnek. Lehet, hogy lehetett is látni, hogy mosolyognak, hogy olyan lendülettel éneklik az énekeket, mert ez az ő világuk, tehát valahonnan ősi tudás, ami csak így fel van egy kicsit erősítve itt ebben a világban. Szegedi Dezsőnének, a szekszárdi szervezet elnökének véleménye szerint a székelység azáltal maradt és maradt talpon, hogy rendszeresen találkozhatott saját kultúrájának gyökereivel, és az évek alatt éltette ezeket. A székelységről szól ez az egész este, és nekünk azért fontos, hogy egyre jobban megismerjék a székelyekkel az életünket, a sorsunkat, a múltunkat, mert ez egy kicsit hiánypótló. Egyre jobban, hogy mi vagyunk is már Szekszárdon, sokszor fellépünk, sokszor beszélgetünk magunkról, és egyre jobban megerősödik bennem is, hogy erről többet is kellene tudni, és többet is akarunk, és ez azért volt kedvező ez a program, mert ezzel beteljesedett az az elképzelésünk, hogy itt igenis Szekszárdon vagyunk, nem kevesen székelyek. Én sokat beszélek a családomba, én nekem 8 unokám van, és azok már annyira tudják a székely dolgokat, és ez fontos. És én is megmondjam őszintén, székely gyereknek nevelkedtem fel, és akkor valahogy szégyeltük, hogy erről miért beszéljünk, mi egy elesettebb népcsoportból emelkedtünk ki, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, és most már büszkén mondom, hogy hála Istennek talpra álltunk, és boldogulni tudunk, és kell, hogy tudjuk, hogy mi székelyek vagyunk. És ez nagyon fontos nekünk, én legalábbis az egyesületen belül ezt fontosnak tartom, hogy mindenki beszéljen róla, a gyerekeinek, az unokáinak, hogy ez ahogy mondják, hogy székely nem születik, de székelység az megmarad azáltal, hogy a mindegyik, hogyha tudjuk, hogy hova tartozunk, ki az unokánk, vagy ki az ősünk.
A Gáspár Simon Antal díj alapításáról 2006-ban döntött a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, és azoknak kívánta odaítélni, akik az ősi bukovinai kultúra őrzésében és ápolásában kiemelkedő tevékenységet folytattak. Az idei díjazott Kosnás Árpád Majoson élő néptáncoktató lett, aki gyermekkora óta éli székelységét. Még megszámlálni is nehéz, hány tánccsoport működik a környéken, mert magán viseli Kosnás Árpád keze munkáját. Néptáncoktatóként számos hagyományőrző csoport táncait állított a színpadra, segítve ezzel őrizni a székely tánchagyományt. A család indítatása is megvolt arra, hogy élje a hagyományokat, de a tánc jóval később került az életébe. Az, hogy ez a bukovinai gyökerek vannak, ezek, ebben úgy mi beleszülettünk a testvéreimmel együtt. 91-ben Szentlőrincen tanultam a Újhelyi mezőgazdasági szakközépiskolában, és mindjárt az első héten mondták, hogy kedves elsős diákok, mindenkinek le kell fáradni a tornateremben, mert jön egy ember, beáll a kör közepére, és amit ő csinál, azt kell utánozni. Én óckodtam, hogy ez most mi, mit kell csinálni? Hát mindegy, kötelező, lemegyünk, addig se kell másik órán bennülni. Lementünk, és ilyen egyszerű kis lépéseket csinált, kis kitevőt, kis bokázót, és én elkezdtem csinálni, utánozni, és hát ez nekem tetszik. És akkor így be is kerültem az iskolatánc csoportjába, majd egy év elteltével ez az ember, akit Molnár Jánosnak hívnak, Molnár János tanár úr, meghívott a pécsi tánc csoportjába, a Szivárvány gyermekházi ifjúsági tánc csoportjába, majd fél év elteltével János tanár urat követve a Mesegytánc együttes tagja lettem. Tehát a tánc így került be az életembe. Aztán innen kerültem tovább Kaposvárra, az agráriskolába, és ezzel párhuzamosan a Somogy tánc együttesbe. De itt akkor már elkezdett a fejemben összeállni, hogyha nekem van egy székely gyökerem, és most táncolunk mindenféle táncokat, sárközi, somogyi, de erdélyi táncokat, akkor kell legyen ennek a kettőnek valami közös pontja. És ezt a közös pontot meg is találtam, és ezért kezdtem el táncolni Kakosdát a Sebestyén Ádám Székely Társulatban, mert ott akkor még az idős táncosok is még velünk voltak a színpadon, megelíteném Sebestyén Badaferi bácsit, és ott ért össze nekem a tánc és a székely kultúra. Azt éreztem, hogy eddig is szerettem táncolni, de most már tudom, hogy miért szeretem ezt a táncot, és mi van még a tánc mögött, ami bennem van, ami a gyökereimet jelenti. Már táncos korában is tanított Kaposhomokon gyerekeket, így amikor saját kultúrájának táncait kellett oktatni, nem jelentett nehézséget a feladat. Az, hogy a bukovinai székely táncokat kell továbbadni, ez már a 2000-es évek elején jött ez a gondolat, és akkor kezdtem el Bonyhádon is dolgozni, illetve a környező településeken, és egyre több és több helyre hívtak. Szerencsénk volt, ezt most mind a többi tánctanár kollega nevében is mondom, hogy ezt a gyűjtő munkát, ezt egyrészt az 50-es években megcsinálták. A bukovinai székelytáncok az egyik legjobban felgyűjtött táncanyag volt. Nekünk idézőjelben nem volt más dolgunk, mint ezeket a gyűjtéseket elővegyük, elemezzük, nézzük, próbáljuk meg azokat a dolgokat, amiket ott látunk másolni, vagy esetleg a saját mozdulatainkra rátenni, és akkor a kettőből alakul ki egy új tánclépés, de a lépés megmaradt, csak más az előadás módja. Voltam a faluban, voltam Isten segítsen is, ahonnan származom, a többi falvat is meglátogattuk természetesen, de oda már nem a gyűjtés miatt, hanem szerettem volna látni, hogy mi az az Isten segíts, mi az a Szucsáva part, hol mennek az utcák, mi az a templom, az a csoda templom, amit annyit meséltek az öregek, mert öreg emberekhez, idős emberekhez, akik még Bukovinában éltek és emlékeztek rá, én eljártam. Nem táncot tanulni, beszélgetni velük. És bementem az öreg emberhez, az öreg nénihez, először azok kezdte, ide is gyermekem, erősség volt, már nem is emlékszem rá. Mindig tettem fel egy kérdést, hogy de hol lakott kent, a túlavizen vagy a faluba? És akkor minden, volt egy ilyen kérdés, na és akkor aztán elkezdték mondani, és akkor volt olyan, hogy ott ültem 2-3 órán keresztül. Tehát nem táncot tanultam, hanem szokásokat hallgattam meg, amiket ők megéltek ott Bukovinában. Nekem mindig nagy öröm, amikor egy táncot kell
elkezdünk egy tánccal dolgozni, és akkor, hogy is mondta Marci bácsi? Ott emlékszem, hogy akkor azt mondta, és akkor már be is csempésztem, hogy az ő idejében a fiúk kezdték el a szirbát zene nélkül táncolni. Na, akkor azt már is be tudom tenni a táncba, mert ez egy gyakorlat volt. Azt mondja, a járvány a táncházmozgalmat és egyáltalán a tánccsoportos létet is nagyon visszavetette. Van olyan csoportom, ami kimondottan bukovinai székely kör tartja fönn a csoportot, és a székely identitás nagyon erős. Itt most talán példaként is mondhatnám Csátalját, ott baj alatti település, ahol egy nagyon erős magyarságtudat és egy nagyon erős székelységtudat van, és ők ehhez kerestek egy székelytánctanárt. De van olyan csoportom, amelyik... Nek a székelységhez nincs köze, nem is rendelkezik székely felmenőjű táncossal, de meghívtak, mint tánctanárt, hiszen tudták, hogy más táncokat is tanítok. Az megint más kérdés, hogy más táncokat is tanítok, de ők is megtanulták a bukovinai székely táncokat, mint minden csoport. Én ahol dolgoztam, mindig a bukovinai székely táncok előkerültek, de a pici óvodástól a nyugdíjas csoportig mindenhol. És talán ebben a szempontból az egyik legérdekesebb tánccsoport a Paksi Szalkaláb Táncegyüttes, aki hívott tánctanárt, megismerkedett a bukovinai kultúrával általam, és olyannyira megtetszett nekik, és annyira magukénak érezték ezt a kultúrát, hogy jelenleg a Móra Jelmér Szövetségben, mint bukovinai székely hagyományőrzők szerepelnek. 2002-től 2014-ig főállású néptáncoktató voltam, a feleségemmel ketten csináltuk a csoportokat, és sokszor azt nem tudtam, hogy azon az adott pillanatban hány csoportom van. Mert mi számít csoportnak? Egy iskola osztálya, egy kis közösség? Tehát rengeteg, tehát több mint 1000, lehet 2000 körüli tanítványom volt az idők során. Kosnás Árpád épp úgy, ahogy vele tették a saját családjában is, értékként kezeli az ősöktől öröklött kultúrát. Fia többszörös díjnyertes táncos, és lánya is rendszeres résztvevője az összejöveteleknek. Sosem ültem a nyakukra, ez ügyben mondta. Látták, és maguktól követik a példát. Dalok, mesék és történetek színesítették azt az estet, melyet a bukovinai székelyek szekszárdi szervezete állított össze. A program keretében a hallgatók találkozhattak őseik mindennapjainak nehézségeivel, Gáspár Klára könyvei segítségével. Székely vér, székely szív és székely sors, Gáspár Klára írónővel trilógiájáról beszélgettünk. Családi vonatkozású saját ősei sorsát feldolgozó trilógiája harmadik kötetét mutatta be Gáspár Klára írónő. A székely vér, a székely szív után most a székely sors az, ami betekintést ad az író nagyszüleinek székelységük miatti kiszolgáltatottságába, hányatott sorsába. Az írónak ez az első könyve. Egy bukovinai székely család és egy bukovinai német család sorsa bontakozik ki az olvasó előtt, azaz két szálon fut a cselekmény. 40 évig az önkormányzatnál dolgoztam hatósági főosztályon, és mielőtt elmentem nyugdíjba, akkor kezdtem el írni, és édesapámnak akartam ezzel elsősorban örömet szerezni. Akkor még nem is gondoltam könyvkiadásra, csak amikor többen olvasták a regényeimet, és ösztönöztek arra, hogy adassam ki akkor. Gáspár Klára eddigi élete során teljesen mással foglalkozott, egyszer aztán jött a nagy felismerés és az érzés, ami már régóta nyomta a lelkét, meg kell írnia ezt a székely trilógiát. Nagyobb a siker, mint amire számítottam, hiszen hát ugye engem senki nem ismer, tehát egy ismeretlen író az azért nem annyira vonzó a könyvesboltokban, hogyha meglátják a nevét. Olvasom a kritikákat, és jók, tehát nagyon jó kritikák jelentek meg róla, főleg most már a harmadik után így, aki egybe olvassa el az egészet. Egyetlen egy kifogás van mindig, hogy nem használom a székely tájszólást, és sajnos ebben igazuk van, úgyhogy be kell látnom, de hát én azt nem beszélem, és a családban sem hallottam, tehát ezért van annak az, hogy nem.
A trilógia első része a Székelyvér 2019-ben, majd a Székely szív 2020-ban, és most pedig a Székely sors, ami az olvasó kezébe kerülhet. Vannak már visszajelzések a kötetek sikerét illetően. A motiváció az az volt, hogy édesapám bukovinai székely származású, ugye az ő szülei pedig anyja, apja a székely, és a nevelőanyja pedig német. A regényeim két szálon futnak, egy székely család és egy székely német család vonalon, tehát többször jelentkezik a két család a regényben. És a hányattatásuk is, ugye külön van a székely családnak a hányattatása, akik Bukovinából a háború idején, ugye 41-ben Bácskán keresztül, majd 45-ben Magyarországra kerültek az én hozzátartozóim Bátaszékre. A másik családom, a székely német családom pedig Bukovinából 40-ben Lengyelországba, Ausztriába és úgy Magyarországra, hiszen őket ugye németként a harmadik birodalomba telepítette Hitler. Most pedig egy kis beavatást nyerünk a trilógia valamennyi kötetébe. Az első az mindenképpen egy romantikus regény, ahol a székely férfi megismerkedik a német kisasszonnyal, és a vége házasság lesz. Azért rakom a borítókra mindig a vonatot meg a sínt, mert vonaton ismerkednek meg, tehát elsősorban ezt szerettem volna már az első résznél, hogy olyan legyen a borítója, hogy a vonat meg a sín az fontos legyen, és ugyanez mutatja a hányattatásukat is. A második részben ugye utaznak Lengyelországba, Ausztriába, tehát ez a háború alatt játszódik, egy kicsit nyilván komolyabb hangvételű, ide is azért próbáltam beleszőni olyan részeket, ami feldobja az embert egy kicsit a nyomasztó történetből. A harmadik? A harmadik pedig politikai inkább, tehát a Rákosi rendszer és a Rajk elleni per. Ezzel úgy tűnik befejeződött a trilógia, azonban valami még nyitva maradt, mintha lenne még mondani való, amely talán egy újabb regény születését sejteti. Valóban 1949-ben a Rákosi per befejezésével zártam le a könyvemet azzal, hogy a főhősöm ismét bőröndel a kezébe utazik. De az, hogy hova és mikor, mennyi ideig, erről én már nem szeretnék írni. Nem szeretném az 56-os eseményeket, vagy egyéb ilyen eseményeket beleszőni regénybe, úgyhogy én ezt így nyitva hagyom. Gáspár Klára nem csak prózába jeleskedik, hanem sok verset is ír, szinte rímekben gondolkodik. Sok vidám verset írok. Annak is általában van mondani valója, tehát nem a levegőbe beszél, de vidám megfogalmazása, de éppen úgy írok komoly témáról is, tehát a háborúról, a Covidról, tehát több antológiában jelent meg már versem, ami 4 vagy 5 antológiában is jelent meg. A Generációk újságban is már 2 vagy 3 versemet betették. Egy új könyvet kezdett írni, egy thrillert, amelynek teljesen más a hangvétele, hangulata, műfaja. Próbálkozik vele, még nem tudja, mi lesz belőle, de minden esetre kitartó és szenvedélyes szójátékos Gáspár Klára író. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!